jelenetet szerettem volna rögzíteni neked, hogy segítsek az első éjszakádon, hogy minden zökkenőmentes legyen. Ami azt illeti, az előző héten én dolgoztam ott abban az irodában. Szóval tudom, kicsit túlságosan is stresszesnek tűnik ez egész, de azért vagyok most itt, hogy biztosítsalak, semmi oka nincs az aggodalomra. Rendben leszel. Szóval koncentráljunk arra, hogy ezt a hetet átviszel. Rendben? Na nézzük. Először is van egy bevezető üdvözlőszöveg a cégtől, amit fel kéne olvasnom most neked. Amolyan jogi törvények, tudod. Légy üdvözölve a Freddy Fazbear pizzázóban, egy varázslatos hely gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ahol a fantázia és a szórakozás életre kell. A Fazbear Entertainment nem vállal felelősséget anyagi károkért és emberi sérülésekért. A károk felfedezését, az esetleges haláleseteket, valamint az eltűnt emberek jelentését 90 napon belül jelenteni kell, vagy miért az adott helyiségét esetleg tárgy ki nem lett tisztítva, és a szörnyek ki lett cserébe, bla bla bla. Tudom, ez elég rosszul hangzik, de tényleg, nincs miért aggódnod. Az állatkabaláink az es folyamán egy kicsit szellemesek, de hibáztatom-e őket? Nem. 20 éven át ugyanazt az idióta dallamot éneklik, és még ha fürödni sem mehetnék el, nos, én is sokkal ingerlékenyebb lennék. De emlékezz, ezek a karakterek különlegesen foglalnak el a gyerekek szívében, úgyhogy mutass nekik némi tiszteletet. Rendben? Oké, szóval ne feledd, ezek a lények elvándorolnak néha. Van bennük egy amolyan szabad mozgásmód az éjszaka folyamán. Van valami a motorjukkal, ami leáll, ha sokáig ki vannak kapcsolva. Pedig ebben napközben is mászkálhattak, de megtörtént a 87-es harapás. Naja. Tudod, igen lenyűgöző gondolat, hogy egy emberi test még képes életben maradni a frontális lebeny nélkül. Nos, a biztonságod illetőek csak egy dolog van, amitől tartanod kell, mint biztonsági jól, ha egyáltalán van veszély. Ha ezek a karakterek meglátnak téged az est folyamán, akkor valószínűleg ezek nem is márnének fel úgy téged, mint egy emberlényt. Elég nagy valószínűséggel egy szövet nélküli belső csupasz robotcsontváznak hinnének téged. Nos, mivel ez ütközik az étterem szabályzatával a Freddy Fazbear pizzázójában, szóval elképzelhető, hogy bele akarnának téged nyesővel tuszkolni egy Freddy Fazbear ruházatba. Ezzel nem lenne baj, hogyha a ruha belse nem lenne kitömve keresztgerendákkal, vezetékekkel és rugózárakkal. Különös figyelemmel az arctájéken. Szóval képzelheted, ha beletuszkolják az arcod, nos, egy picikét kényelmetlen érzéseket hozhatnak neked. Na meg persze halált. Az egyetlen, ami a napvilágot látna belőled, azok a kirobbant szemgőid és a fogaid lennének, ahogy a maszkból kidüllednének. Nos, ja, ezeket a dolgokat nem igazán tudatják és mondják el, mikor felvesznek. De figyú, ez az első nap csak nem lehet olyan nehéz. Valószínűleg majd holnap is beszélünk. Figyeld a kamerákat, és emlékezz, mindig zárd be az ajtót, de csak akkor, ha úgy véled, hogy mindenképp szükség van rá, spórolnunk kell ezen energiával. Rendben. Jó éjszakát!